Sűrű, fiatal akácerdő. Benne kis szalmaházikó. Ez Edith és László otthona, akik a fővárosból költöztek ide. Adott egy alkalom egyik télen, hogy ellopták, hogy loptak vagy 5 fát, kivágtak. És megelégeltük, hogy másnak fizessünk, önállósítani szerettük volna magunkat. Felajánlottuk a tulajdonosnak, hogy vigyázzunk az erdejére. Hajnalonként kakas kukorékolásra ébrednek. Itt a szomszéd elég távol van, nem kell ahhoz lakógyűlést összehívniuk, ha szombat délelőtt kezdenének bele a lakásuk átrendezésébe. Szalmabálákig jutottunk el, pontosabban annyi pénzecskénk volt. Megvettük a szalmabálákat, ki is hoztuk. 2 éjszaka őriztek éjjel-nappal, a férjem meg az egyik ismerősünk. Hazajöttek fürödni, enni, és már is elloptak egy, mennyi volt, 20-valahány. Pont annyi bála volt, amennyi pont kellett volna a kis kuckónkhoz. Ugye pénz nincs, és akkor megint újra szerez, nagyon nehéz volt. Itt nincs közös költség. Villany sosem volt. Közvilágítás havonta, pelihold és tiszta égbolt esetén fordul elő. Elfogyott a vízünk. Esett előtte az eső. Voltak itt pár fiatal emberek, pálinkáztunk, és a pálinkás poharak kint maradtak. És abból is összegyűjtöttük a vizet, mert nem tudtunk honnan hozni vizet, nincsen a környéken. Sehol. Tehát minden, hát úgy szoktuk mondani, hogy a verejtékkel betonoztunk. Sok akadály volt, elfogyott aztán a szög, a benzin, és nem úgy van, hogy fogom magam, és mit tudom, egy kártyával fizettek, itt el kell igenis biciklizni kilométereket egy benzinkútig. Ismerőstől kértünk kölcsön 16 darab 200-as szöget, és úgy is kellett visszaadnom. A kis szalmaház fűtését fával oldják meg, amit saját maguknak kell hasogatni. Itt nincs csap a falban. A víz kézi erővel működtetett kútból jön fel, melyet László fúrt. Villany nincs. Kézzel mosogatok, nincsen mosogatógép. Petroleumlámpával oldjuk meg a világítást. Télen kicsit rossz, mert 2 órakor már neki kell állnom készülődni, hogy minden kéznél legyen gyufa, a lámpa föltöltve, a kanocája, a lámpának a búrája megtisztítva, hogy kéznél legyen a meleg víz, hogy tudjunk tisztálkodni meg ilyennek. Úgyhogy elég gyorsan vége lesz az életnek itt télen, meg későn kezdődik, ugye 8 óra előtt. Még jóformán az inget sem találja az ember sötétbe. Mikor kellünk? Változó. Régebben volt kis kertünk, és muszáj volt ilyen 3-4-kor fölkelnem, akkor tudtam locsolni. Aztán jöttek a jószágok, hát ilyen 5 óra körül kellünk úgy átlagba. Étkezés tavasszal szép, gyönyörű, elmentem csalánt szedni, finom kis főzelék. Nagyon finom, mint a spenót. Úgy kell elkészíteni. Más az íze, mert nem tudom, egy nyúlnak is más az íz, nem lehet hal íze. De finom. Nem hiányzik a város élet? Vissza a városba? Nem kell messzire menni, itt a szomszédban is hívogattak a gazdák itt a környéken. Szerintem sajnáltak, vagy nem tudom. Én nem tudom, de nem, mert én is ugye minden reggel megyek be a faluba föl. Hát ilyenkor annyira nem lehet észrevenni, de télen, mikor már beindul a fűtésszezon, már érezni lehet a bűzt. Ki mivel fűt. Úgyhogy nem. Ha itt a faluban ilyen, akkor milyen a város? Aki ezt megnézi, az ne higgye, hogy mit tudom én, milyen szerencsétlenek vagyunk. Jól érezzük magunkat, és nem vágyunk a városra. Sőt, ha még nem hidegült el a házasság, akkor ajánlom az olyanoknak, akiknek kicsit romlott a házasság egy ilyen villany nélküli életet, hogy igen, tudják meg, hogy mi az, hogy egymással van utalva. Hogy
tiszteljék és becsüljék egymást.